Minden állami fenntartású intézményben dolgozó tanárnak és óvónőnek meg kellett már kapnia a megemelt bérét. A belügyminisztérium államtitkára azt mondta, a nem állami fenntartók számára is megérkezett a bértömeg, ezért a napokban ők is el tudják utalni a megemelt fizetéseket. Rétvári Bence emlékeztetett, az átlagosan 32,2%-os emeléssel a tanárok átlagbére elérte a 650 ezer forintot, ami már érezhető nagyságrendű jövedelem növekedés. A periódusos rendszer elemeit tanulták hétfőn a diákok a kecskeméti Korvin Mátyás általános iskolában. Kémia tanárnőjüknek is átutalták már a megemelt bérét. Én azt hiszem, hogy a legtöbb pedagógus kollega nevében mondhatom, hogy köszönjük a kormánynak ezt a lépést, és ezt tényleg szívből jövően mondom, mert 4 gyerekes anyuka vagyok. Népi játékokat játszottak a gyerekek a Kaposvári Petőfi utcai központi óvodában. Óvónőjük, Papildikó, 22 éve van a pályán, és már pénteken megkapta az emelt fizetését. Erkölcsi és morális megbecsülést eddig is megkaptuk, főleg a vezetőnktől, de a mostani béremelésnek nagyon örülök, és személy szerint igen. Hát azért 22 év alatt most már szerintem jó volt, hogy megkaptuk ezt a béremelést. Azt gondolom, hogy ezzel az emeléssel talán egy kicsit szebbé és szimpatikusabbá tudták tenni a pályát. Megkaptam az emelést, és annyi, amennyire számítottam. Zámai Andrea az első óra utáni szünetben vette elő telefonját, hogy megnézze, átutalták-e már számlájára az emelt bért. A zalaegerszegi Landorhegyi Sportiskola általános iskola német nyelvtanára, ahogy hivatalosan mondják, pedagógus kettes besorolásban végzi a munkáját, és hamarosan a mestervizsgáját is leteszi, ezért is örül annak, hogy megbecsülik a munkáját. Az otthoni kasszában azt jelenti, hogy egy kicsit több jut majd a családnak a kultúrára. Ikergyermekeket nevelünk a férjemmel, ők 15 évesek jelenleg. Az ő kis tanítatásuk, illetőleg a kultúrára Szomjas, úgymond család számára is könyvvásárlás egyébként, vagy színházlátogatásokra is lehetőségünk lesz. Hogyan tudja gyorsan? Az emelt béreket az államkincstár már pénteken elkezdte átutalni, legkésőbb hétfőn pedig minden állami fenntartású intézményben dolgozó tanár, illetve tanító megkapja a korábbinál nagyobb fizetését. Az egyházi, önkormányzati vagy magánintézményekben dolgozóknak a korábban megszokott rendszerint utalják majd a pénzt. Fontos elmondani, ez még teljes mértékben költségvetési forrásból valósul meg. A belügyminisztérium államtitkár azt mondta, hogy az Európai Unió egyelőre csak garanciát adott a finanszírozásra, de még egyetlen eurót sem utalt át. Köszönjük azt, hogy kitartottak, köszönjük azt, hogy a gyerekekkel foglalkoztak. Rétvári Bence kiemelte, bízik abban, hogy az emeléssel a pályán maradnak a tanárok és az óvónők, és a pályaválasztás előtt állók közül is sokan választják ezt a hivatást. Az államkincstár ellenőrizni fogja, hogy mindent a béremelésre fordítanak, minden forintnak a pedagógusoknak kell, hogy megérkezzen. Az idei költségvetésben egy tanár béremelési alapot hozott létre a kormány, ebben 340 milliárd forint szerepel, ezt a 340 milliárd forintot az első forinttól az utolsó forintig a pedagógusoknak utalja ki a költségvetés, és az iskoláknak, a fenntartóknak és a pedagógusoknak kell kiutalni. Az államtitkár emlékeztetett rá, mestervégzettség esetén újabb 2%-kal, hiány szakmában dolgozók esetén 4%-kal emelkedett az érintettek bére. További 20%-os bértöbletet kapnak azok, akik hátrányos helyzetű gyermekeket tanítanak. Az emelés követően egy gyakornok átlagbére az állami fenntartású iskolákban átlépi a 500 000 forintot, a felső kategóriákban 600 ezer forint feletti lesz, az igazgatók fizetése pedig eléri az 1 000 000 forintot. Így az átlagosan 32,2%-os béremelés azt jelenti, hogy az állami fenntartású iskolákban és óvodákban az átlagbér meghaladja a 650 ezer forintot. És ez nem a vége a béremeléseknek, hiszen a jövő évben újabb 21%-os növekedés következik. Az államtitkár úgy fogalmazott, a dollár baloldal és a szakszervezetek az elmúlt egy, illetve másfél évben mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák a tanárok, tanítók, óvónők béremelését. Ez nem sikerült nekik.